Sziasztok, kedves barátaim! Itt a tavasz, nagyon sok ember próbál méregteleníteni a szervezetet, lépőtöket, nyers táplálkozás, sok minden van. Gondoltam, hogy én is egy pár szót erről beszélek, mert ennek több eredménye lehet. Minden, amit csinálunk, mindig több szinten történik párhuzamosan. Például a durva fizikai testen történnek változások, érzelmi vagy az elme szinten és a lelki szinten. És erről is fogunk beszélni egy pár következő epizódban. Elmesélek én, hogy bőtöltem, ennek mi a haszna, mik voltak az eredmények és mik a céljai, és akkor megbeszéljünk, hogy a test szinten mi történik, mikor valaki bőtöl. Ez a modern tudósnak, kutatásnak az eredménye. Akkor ezt megbeszéljünk utána a következő epizódban, mi történik mentális szinten, és milyen segítséget kaphatunk a lelki gyakorlatokhoz a bőtölés során. Nem sokára folytatjunk, és már el is kezdjünk beszélni témákról. Addig is iratkozzatok fel a csatornára, nyomjátok a csengő gombot, lájkoljatok a videót, és nem sokára folytatjunk. Hare Krishna!